bemutatkozhatom, megengedni? Persze. Én meg Falus Ferenc vagyok. Én mindenhova megyek. Minden olyan helyre elmegyek, ahol az emberekkel beszélni tudok. Nagyon sokan elmondják, hogy félnek. Kampányolok. Megjelenek, ahova hívnak. Az utcán az emberekkel találkozva nagyon sok barátságos szót kapok. Aluljáróba is járok. Vannak nagyon fontos feladatok, ami az embereket izgatja. Foglalj helyet, kicsit elmerültem az emlékeimben. Úgy elrohantál, hogy el sem köszöntél tőlem. Ed, mondd csak, én képzelődöm, vagy megbolondult az egész világ? Ugyan, nem az egész világ, csak egy elhanyagolható kis része. Jó lenne hinni neked. És mégis, mostanában valahogy sehol nem találom a helyem. Még mindig őt szereted? Jim az oka mindennek, igaz? Nem tudok elszakadni tőle. Soha nem is fogok. Egyre csak ő jár az eszemben, de annak már vége. Amikor azt mondta, látni se akarlak többet, sejtettem, hogy baj van. Néha eszembe jut, milyen jó dolgod van neked, ott a feleséged, akivel megoszthatod az életedet, aki 30 éve egy percet se hagyott magadra, akivel együtt fekszel, együtt ébredsz. És aki a tiéd, mindig csak a tiéd. Ő búcsúztat reggel, és ő vár haza este. Miközben én 20 éves taknyos kis fruskákkal töltöm az időt, akiket semmi nem érdekel, csak a szórakozás, meg a szex. A szex, szex. Akik sohasem mondanak nemet, akiknek soha semmi nem elég. Még és újra csak még. Az ágyhoz láncolnak, és nem szabadulsz, mert a... Nekem kell valaki, akit szerethetek. Majd megtalálod azt is, ne félj! Már kaptam egyet, köszönöm. Ezt az a hölgy küldi önnek. Mostan mutatok egy trükköt, bűvészkedést. Elvarázsolom eztet a ronda kerítést. Parám! Na, mi? Ekkora király vagyok, Árpi, Árpi, nagy Árpi.